Sziasztok! Én azt gondolom, lányok, hogy legyünk egymással őszinték. Véleményetek szerint jól nézek-e én ki? Tehát jó pasi vagyok-e? Arra lennék én kíváncsi. Nézzetek rám, nézzetek meg több videómat, és foglaljatok állást, ahogy én is állást szoktam foglalni nőkről. Kíváncsi vagyok. Most egy viszonylag jó formában vagyok. Jó, nem vagyok megborotvák, de hát annyira szerintem nem látszik. És nem olyan vészes. A hajam az talán nem a legjobb, azzal nem nagyon foglalkoztam, hogy itt izé, de az sose szokott a legjobb lenni, sőt, az nem szokott jó lenni, ezt tudom, de nehezen múljon már, ez nem szokott jó lenni, csak kifejezetten hajmosás után nekem elég zilált frizurám van, tehát nem nagyon tudnak se a fodrászok, tehát ez össze-vissza nő, mert kérem tisztelettel kopaszodom kissé, de amióta használok hajhullás elleni sampont, azóta fodrász mondta, hogy ez igen, Károly, ez nagyon jó lesz, mert babahajak nőnek vissza, és ezért ilyen össze-vissza, mert most nagyon nőnek a babahajak vissza, érted? Az új hajtások, kérem tisztelettel, nyílnak kifelé. Tehát, igen. Na most... De nem csak ez a lényeg, nézzétek meg az egész testemet. Foglaltok állást rólam, bármi a öltözködésre, ne csak ezt a videót nézzétek, nézzétek meg, sok videót nézzetek meg. Rakjátok össze a képet, csak össze lehet ezt rakni, és mondjátok el. Hát nem akarok titeket felsőni, nézzétek meg az arcomat, úgy mindent nézzetek meg róla. Az arcomhoz annyit hozzáfűznék, hogy nagyon szépen rendbe jöttem olyan téren, hogy én egy rendkívül pattanásos gyerek voltam. Kamaszkoromban, aztán kozmetikus, bőrgyógyászi támogatással, segítséggel elég jól helyre jött az arcom. Szóval mindent. Testlakatom azt gondolom rendben van. Talán van egy nagyon kis feleslegem egyébként, egy nagyon kis feleslegem van, de igyekszem dolgozni rajta. Egyébként én sokat mozgok, meg igyekszek mozogni, csak hát az a helyzet, hogy enni is nagyon szeretek, most is pizzát rendeltem. Az édesség is nagy kedvencem, de ez nem zavar, azt gondolom, tehát nem egy nagy izé. Ja, és izé? Ja, ugye még az, hogy én egy viszonylag szőrös, elég szőrös férfi vagyok, ezt is kalkuláltok bele. Ez van, akinek tetszik, van, akinek nem, de egy igazi férfi ilyen. Mert én ezt gondolom, nekem ez a felfogásom. Persze természetesen olyan helyeken, amelyeken illetve a szörviselete azért ott én sem hagyom meg. Lásd Hónai. Lásd intim régió. Lásd néha megborotvál. Hát azért borotválkozni is szoktam, mert az nem akarom, hogy nagyon elburjánzódjon. Már azt is kéne egyébként, mert azt gondolom öregít engem. Öregít engem, és jobban szeretem magam, üdémnek, frissebbnek, fiatalabbnak érzem magam, hogyha meg vagyok borotválkozva. Nyilván a lelkemet is nézd, mert én is egy nőt egészben nézek, testileg, lelkileg. Te is nyugodtan nézz engem egészben, ehhez sok videót kell megnézni, testileg, lelkileg. És foglalj állást, és döntsd el magadban, hogy én vagyok-e az, akit szeretnél, hogy jó pasi vagyok-e szerinted. Most úgy őszintén, itt vagyok, tessék, itt vagyok, foglalj állást. Foglalj állást, hogy szerinted jó pasi vagyok-e, vagy sem. Kíváncsian várom a lányok véleményét. Mert ha minden igaz, akkor itt ezen a csatornán, kérem tisztelettel, szaporodnak a női nézők. Nem csak ezért, ha nem szaporodnának, akkor is kérem, csak most ezt például megnézem, erre most kíváncsi vagyok, mert ezt láttam, hogy azt hiszem 22%-os a női nézők száma, és nagyon jól teszik, mert sok videó nekik szól, vagy róluk szól, vagy
érdekeltek lehetnek benne. Azt hiszem, itt az elemzésnél kéne megnézzük. Azt mondja, hogy 32% nő, Jézusom! Legutóbb, amikor néztem, még csak 23 volt. Nagyon jól teszitek, nagyon jól teszitek. Köszönöm szépen. Szóval ez a helyzet, mérlegeljetek. Nézzetek rám, foglaljatok állást. Mit mondjak még? Igen, ugye? Azt elmondtam, hogy mi a helyzet. Hát, nem tudok mit mondani. Nézzetek rám, és látjátok, hogy mi a helyzet. Ennyi. Figyeltek meg a külsőmet, a belsőmet, mindent figyeltek meg. Mentalitásomat, gondolkodásomat, és ez alapján nyugodtan foglaljatok állást. És legyünk egymásra őszinték, kíváncsi vagyok. Mert ez alapján és ez alapján, hogy egyezik-e? Tehát, hogy azok a lányok mondják-e rólam azt, hogy jól nézek ki, akikre én is azt mondom, hogy jól néznek ki és tetszenek. Megvan-e ez az alapszisztéma? Még hogyha nem is forr össze szerelemmé, akkor megvan-e ez az alapszisztéma? Mert az, hogy nem forr össze szerelemmé, az, hogy engem visszautasítanak, az nem feltétlenül, vagy nem biztos, hogy a külsőm miatt van, hanem valami más miatt. Mert szerintem szép lányokat, meg így rendben levő lányokat testek lelkileg én is visszautasítok, hogyha úgy érzem, hogy az én személyiség szerkezetemmel inkompatibilis. Ugyanez lett a helyzet, vagy nem tudom, vagy hogyha nem vagyok jó pasi, foglaltok állást. Persze ez egy szubjektív dolog, de kíváncsian várok tényleg kommenteket, észrevételeket, reakciókat. Öltözködést is nézzétek, mindent nézzetek. Volt, hogy egyébként kövérebb is voltam, annak már nincs nyoma. De volt, hogy soványabb is voltam, annak sincs már nyoma. De nem vagyok. És mondom, igyekszem, én sokat mozgok, tehát futok. Ha nagyon rossz az idő, akkor pedig úszok. Tehát igyekszem magam karbantartani, de mondom, az a hibám, hogy szerettem az édességeket, meg olasz kaják, pizza, kalóriadús ételek. Mondom, igen. De nem ez, ja. Nyilván nem vagyok kigyúrva, de azért van egy alkatom szerintem, és mondom, dolgozom is rajta. Ja, és ugye még valami. A szemöldökömet meg ugye szedetem. Azt is nézzétek, hogyha nem szedetném, az elég durva lenne. Durván vastagon összenőne. Így egész jó. Bár lassan megint megyek, ha minden igaz. Ezt már nagyon rég, ezt már 2010 óta csinálom, mert nagyon durván összenőne. Középen, különösen az zavar, hogy középen és az esztétikailag torz. Meg túl vastag se legyen, azért így is elég vastag, de így rendben van azért. Na, hát tényleg várom a véleményeket. Tiszta szívvel fogadom az őszinte véleményeket. Az őszinte, tiszta szívvel jövő véleményeket. Nyugodtan, ami jön. Én is mindig azt mondom. Legyünk egymással őszinték. Kedves női nézőim. Na, sziasztok. Pusszantalak benneteket. Ez nem volt jó, ez mi volt? Ez már jobb volt.